ország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Hölgyeim és uraim, felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor nekikezdünk. Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm szépen, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a képernyők előtt is, és természetesen itt a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. Megígérem, hogy talán az eddigi adások közül ez lesz a legszürreálisabb. Ugyanis olyan híreket sikerült összeszednem, amiket magam sem hiszek el. De kénytelen vagyok. Úgyhogy akkor vágjunk bele. Az a helyzet, tisztelt hölgyek és urak, úgy tűnik, a világban már minden rendben van. Nincsenek problémák. A gazdaság az egész világon jól működik. A demográfiai helyzet kiváló, mindenütt béke honol, Európa egy kis ékszerdoboz. Magyarán minden tökéletes és csodálatos, egyetlen egy problémát kellett még orvosolni, egyetlen egyet, és ez most sikerült. Angliában az utolsó probléma ott volt, de ez sincs többé. Ugyanis a következő történt. A jövőben tilos a lány szó használata egy brit lányiskolában. Az Altrincham Grammar School for Girls, mint azt neve is mutatja, lányokat oktat és nevel több mint egy évszázada. Ráadásul Anglia egyik legkiválóbb középiskolájáról, lánygimnáziumáról van szó. 107 évvel ezelőtt alapították Manchesterben, és ez alatt a 107 év alatt, azon túl, hogy mindig kiválóan teljesített ez a gimnázium, egyetlen egy dolog volt konstans, hogy ez egy lánygimnázium, úgyhogy az ott lévő lányokat lányoknak szólították. Jelentem, ennek vége van. Végre, egyszer és mindenkorra ezen is túl vagyunk. Ugyanis, folytatom a hírt, a szülők meghökkenve értesültek arról, hogy a jövőben tilos a lányszó használata az intézmény kommunikációjában és a diákok megszólításakor, helyette kizárólag a tanuló megnevezés az elfogadott. A lány ugyanis rosszul érintheti az iskola transz nevű diákjait. Ahogy az iskola vezetője a szülőknek írt levelében fogalmazott, a döntés válasz azokra a kihívásokra, amelyekkel azok a diákjaink néznek szembe, akik megkérdőjelezik saját nemi identitásukat, vagy nem lányként határozzák meg önmagukat. Megnyugtatóan hozzátette az igazgató úr, hogy dolgozunk a rossz beidegződések megtörésén, hogy mindenki otthon érezhesse magát intézményünkben. No, tisztelt hölgyek, urak, azért néhány kérdést felvet ez a hír, nem? Tehát például, ha egy lánygimnáziumban nem lehet lánynak szólítani mostantól a tanulókat, mert hogy nem lehet tűnk biztosak benne, hogy a lánygimnázium tanulói lányok. Ebben az esetben azért, tehát mondjuk, ha jövőre, a következő évfolyamra be akar iratkozni néhány fiú, aki egyébként lánynak érzi magát, akkor ezt a problémát hogy fogja az igazgató feloldani? De most lehet, hogy én vagyok a hülye, de hát ha egy fiú lányként szeretne beiratkozni, akkor kénytelenek lesznek fölvenni, nem? Hát micsoda diszkriminációval néznénk szembe, ha nem venné föl a 107 éves manchesteri lánygimnázium azt a fiút, aki lánynak gondolja magát.
Ellenben, ha fölvesszük eztán azokat a fiúkat, akik lánynak gondolják magukat, megőrizheti-e még egy patinás intézmény a lány gimnázium nevet? Ugye ez is egy fontos kérdés. De hát akkor ne álljunk meg félúton, hanem jöjjünk haza, és ideje például elkezdeni foglalkozni azzal a problémával, mert az előbb hazudtam, minden rendben van, és végre ez az, ez az utolsó előtti probléma is orvosolva van. De mi lesz például a személyi számmal? Mikor fog végre valamelyik liberális testvérünknek eszébe jutni, micsoda diszkrimináció, hogy a férfiak személyi száma egyessel, a nőké pedig kettessel kezdődik? Nem megkülönböztetés, édes véreim? Hogy lehet így élni? Arról nem beszélve, hogy mi van azokkal, mondjuk, ha én holnap rájövök, hogy én mégis nő vagyok, csak férfi testbe vagyok zárva, akkor, és elkezdem követelni mondjuk, hogy mostantól az én személyi számom kezdődjék másféllel. Nem? Hát valami, utálom ezt, hogy ilyen fekete-fehér a világ. Férfi, nő, gyerek, felnőtt, öreg, fiat, ez marhaság. Én egy férfi testbe zárt leszbikus nő vagyok, ezt abból gondolom, hogy csak a nőket szerettem egész életemben. De akkor ne legyen már egyes az én személyi számom, hanem hogy legyen másfél. Jó? Én tényleg betoljok, szóval én próbálok úgy tenni, minthogyha amúgy ez csak vicces lenne, mert az, de azért kicsit belegondolunk, ez tragédiám. Ez tragédiám. És képzeljék el, hogy ennek a 107 éves patinás brit leány gimnáziumnak a diákjai, akikről állítom, hogy a 100%-uknak eddig nem jutott eszükbe, hogy ők nem lányok. De most néhány kretén barom állat megálmodta, és akkor jövő héten már lesz olyan kislány, aki meg akar majd felelni. És akkor ő majd fiúnak fogja magát képzelni, és vice versa. Imádom a nyugatot. 40 éven keresztül oda vágytunk. Nézzék meg, mi lett belőle. És akkor egy kicsit elszakadva a fiú-lány gender problémától, ugorjunk át Németországba, és mielőtt egészen elképesztő képsorokat fogunk nézni, arra kérem önöket, hogy hunják le a szemüket, és egy kis időutazás fejben menjünk vissza a 80-as évek Romániájába, amikor is ugye először kaptunk hírt arról, hogy Nyikolaj Ceausescu úgynevezett falu rombolásra készül. A nagy eszme jegyében le akarja dózerolni, értelemszerűen és nyilván elsőként a székelyföldi magyar lakta kis településeket, falvakat, hogy az ott élőket bekényszerítse a városba, mondván, hogy falvakra már nincsen szükség. És hát nyugodtan visszagondolhatunk arra az egyetlen csodálatos egykor volt székelyföldi magyar falura, Bözödújfalura, amely egyébként egyedüliként áldozatul esett ennek az esztelenségnek, amelyet ugyebár egy völgyzáró gát miatt vízzel elárasztottak. No, ezt csak azért gondoltam, hogy felidézem itt a németországi napjainkban zajló események előtt, hogy el tudjam mondani azt a mondatot önöknek, hogy ami ma Németországban történik, azt Nyikolaj Ceausescu így nem merte volna megtenni. Ma, tisztelt hölgyek és urak, Németországban van egy terület, ahol eddig 6 falut tüntettek el a föld színéről, 6-ot, de úgyhogy ott semmi nem maradt, nincs, megszűnt létezni. És amit most itt látnak mögöttem, és amit a kedves nézők is látnak, egy templomnak a lerombolását, ez most zajlik. Ez napjainkban készült felvétel, éppen a 6. pusztulásra ítélt falu, egy Immerath nevezetű kis falu Németországban, annak az egykor volt csodálatos, nem is egyszerű templomról, inkább nyugodtan beszélhetünk katedrálisról, a méreteit tekintve. Szent Lambertus katedrális végóráit láthatják, itt van még, ahogy áll ez a templom.
Most rombolják le, ez tehát a hatodik falu, de lesz még kettő a hírek szerint, amit el fognak tüntetni. És tudják miért? Akkor levezetem a történetet. Fukushima, Japán, atomerőmű baleset, ugye emlékeznek. Ennek kapcsán előkerültek a zöldek, akik imádnak mindig előkerülni, és a zöldek az eleve egy elmebeteg kaszt. Ezen belül a leghülyébbek a német zöldek. És a német zöldek megálmodták, hogy Fukushima után, hogy be kell zárni a német atomerőműveket. A szeretve tisztelt kancellár asszony pedig azt mondta, hogy hát igen, hát akkor be kell zárni az atomerőműveket. Úgyhogy a működő német atomerőművek közel felét már bezárták, ellenben ebből mindössze az következik, hogy nincs elég energia Németországban. Mert elmebeteg zöldek idehaza is, hiába mondják el nap mint nap, hogy vigyázó szemünket Németországra vessük, mert ott lám-lám a zöld energia és a megújuló energia, hát hogy azt már mindent kiváltottak, egy kedvenc klasszikusomat hagyj idézzem, egy lószart mama. Semmit se váltottak ki. Olyan szinten energia hiány van Németországban, hogy ahol ezek a falvak voltak, ott sokáig egy, most figyeljenek, kapaszkodjanak meg a székükbe erősen, egy nyílt színi fejtésű barna szén bánya üzemelt. A lehető legkörnyezetszennyezőbb minden szempontból. A barna szén ilyetén bányászata és a barna szén elégetéséből nyert energia a legkörnyezetszennyezőbb ma a világon. Ellenben Németországban az atomerőművek bezárása miatt olyan energiahiány lépett fel, hogy újra nyitották a nyílt színi fejtésű barna szén bányát, viszont rögtön neki is álltak bővíteni oly módon, hogy ismétlem, 6 falut eltüntettek a föld színéről, a 6 falu helyén bánya gödör lesz. És ez a 6. falunak a katedrálisa, amit itt önök látnak, ez éppen most tűnt el az elmúlt napokban a föld színéről örökre, hogy Németországban nyílt színi, barna kőszén bánya legyen a helyén. És a zöldek is tapsikolhatnak, Angela Merkel is büszke lehet magára, amúgy meg ahányan vannak, mindegyik tehet nekem egy szívességet. És még egyszer mondom, Nyikolaj Ceausescu ezt így egész egyszerűen nem merte volna megtenni. És legalábbis olyan ellenállásba ütközött volna, hogy kétszer is meggondolta volna, hogy neki fogjon-e. Németországban hallottak egy hangot, egy tiltakozó szót, akár egy nyomorult újságcikket. Idehaza bárki fölemelte a hangját. Hallották a zöldektől mostanában azt, hogy Németországban barna kőszenet égetnek? Uramisten, mi lesz a levegővel? Meg a széndioxid kibocsátással? Nem hallottak. Amúgy meg kit érdekel, ugye, hogyha egy ilyen katedrális az enyészeté lesz. No, én megígértem az elején, hogy szürreális hírekkel jövök. Folytassuk a sort, mert van még a tarsolyomban néhány. Most figyeljenek, ugyanis szót fogunk ejteni a nővé operált férfi szürreális történetéről. Nem lehet anyaként bejegyezni azt a transznemű nőt, akinek a még férfiként lefagyasztott spermájával megtermékenyített petesejtből született később gyermeke. Döntött csütörtökön a német legfelsőbb bíróság Karlsruhe-ban. A megdöbbentő történet szerint a transznemű felperes 2012-ben operáltatta magát nővé, élettársa pedig 3 évvel később hozta világra gyermeküket, miután a még férfiként lefagyasztott spermával megtermékenyített petesejtet beültették a méhébe. Nem olvasom tovább. Ugye, volt néhány évezreden keresztül, volt ennek a dolognak egy ilyen bevett mechanizmusa. Én tudom, hogy már
annyira avitnak hangzik, én is kicsit szégyellem magam, de gondoljanak be, az évezredeken keresztül úgy ment, hogy mi férfiak lefeküdtünk egyedékkel, nőkkel, ha akartunk gyereket, akkor úgy feküdtünk le, azt örültünk, ha sikerült, kegyedék megszülték, az mindenki hazament és boldog volt. Ez az antivilág, ezt meg kell haladni, de senkit nem érdekel már, ez olyan unalmas. Most inkább azt játsszuk, hogy mi férfiak átoperáltatjuk magunkat nővé, de még mielőtt átoperáljuk magunkat, a spermánkat lefagyasztjuk, hogy azt majd a későbbi, nem tudom milyen élettársunkba belehessen ültetni, és akkor ezzel a kis flikflakkal szeretnénk gyereket, akinek később valószínűleg egyszerre szeretnénk lenni az anyukája meg az apukája. De elmegy mindenki az anyjába, de most komolyan. Én annyira szeretnék finom és nőies lenni, de nem elmennek ezek mind az édesanyjukba? Anyjuk keservébe, ahogy ugye bár ezt nem kell ezen nagyon fölháborodni, aki még járt iskolába, az antivilágba, annak szerintem még a Toldit el kellett olvasni. Mit is mond Miklós, amikor elszabadul a bika a vágóhídról, és ő elfogja és visszaviszi? Ugyebár, hogy is írja Arany? A mészáros legények egy nagy darab májat kilöktek eléje, és menjen onnét, mondták, anyja keservébe. No, én ezt tudnám javasolni. A nővé operált, lefagyasztott spermájú férfiaknak, meg az élettársuknak, hogy így, ahogy vannak, rendeződjenek libasorba, ahányan vannak, vigyék magukkal a lányiskola igazgatóját is, aki szerint nem lehet többet lánynak hívni a lányokat, azt mindannyian sétáljanak már anyjuk keservébe, nem? Keressenek maguknak egy lakatlan szigetet, és ott csináljanak egy ilyen saját kis bulit, ahol senki se az, aminek látszik, lehet kecskét is dugni, de mindegy, hogy mi történik, csak menjenek el messzire, és hagyjanak minket ebbe a nyomorult, megátalkodott, ódivatú, ókonzervatív életünkbe, hadd járjunk össze mi pasik a csajokkal. Mindegy, az a szomorú, hogy még itt vannak, bár azért van egy jó hírem, szerintem ez sokáig nem fog tartani. És hogy mennyire nem velünk van a baj, álljon itt bizonyítékul a következő, nem is tudom, híre. Az a lényeg, hogy gyermek és ifjú és kamaszkorom egyik legkedvesebb színművésze, Alain Delon, gondolom a jelenlévő hölgyek is emlékeznek ő rá, nem kevés nő szívet dobogtatott meg, bár volt egy örök vita, hogy Alain Delon vagy Jean-Paul Belmondo a jobb pasi, ugye két teljesen különböző karakter. Tudom, nagynéném az Alain Delonra esküdött, az anyám meg Belmondóra. Apám meg ideges volt, hogy ott miért nem szereti senki. És Alain Delon, most, hogy 82 éves lett, itt van ez a drága, adott egy nagy interjút a Paris Match-nak, és a következőket mondta ebben. Sajnálkozás nélkül fogok meghalni, mert utálom ezt a kort, amelyben élünk. És hozzátette, hogy nincs többé tisztelet, nincs adott szó, csak a pénz számít, egész nap a bűnözésről hallunk. Tudom, hogy sajnálkozás nélkül hagyom majd itt ezt a világot. Az élet már nem tartogat számomra sokat, mindent megismertem, mindent láttam már, de mindenek előtt utálom ezt a kort, és hányok tőle. És azért, ha most egy pillanatra megint behunjuk a szemünket, és csak azt a elmúlt közel 20 percet végig gondoljuk, amiről én itt most beszéltem. Hát nincs teljesen igaza? Hát nincs tökéletesen igaza Alain Delonnak? Emberek, mivé lett ez a világ? És Alain Delon azt mondja, hogy sajnálkozás nélkül hagyja itt ezt a világot, mert hány tőle. Hasonlóakat mond Jean-Paul Belmondo, a nagy barát s a nagy rivális. És hát itt van Depardieu, ugye az utolsó nagy francia színészek egyike, aki szintén a minap
egy interjúban azt fejtegette, ő már nem is él a Franciaországba, elment, orosz meg szerb állampolgár, azt hiszem Moszkvában vagy Szentpéterváron lakik, de hát rendszeresen hazajár, és most adott egy interjút, ahol azt mondta, hogy ha otthon vagyok Franciaországban, akkor nem jövök ki a lakásomból, mert nem akarom látni, hogy hogy pusztul el a hazám és ez a világ. Na most ez Delon, Belmondo, Depardieu, persze őket is ki lehet röhögni, őróluk is le lehet a keresztvizet szedni, hogy micsoda bigott, ókonzervatív marhák, de az a helyzet, drága hölgyek, urak, hogy a világ mégiscsak ilyen lett. Ilyen lett. A világ elviselhetetlen lett. És a jó Istennek hála, hogy mi itt élünk. És csak, hogy egy pillanatra, így a végére még adjak egy kis adalékot, hogy milyen lett a világ, ugorjunk át az elmebetegek másik Mekkájába, Svédországba. Onnan érkezett friss ropogós hír, január 11-i. Vasteras város egyik parókiája még decemberben tett közzé hirdetést egy lapban, amelyben a szokásos karácsonyi istentiszteletre invitálták a híveket. A svéd evangélikus egyház ebben használta először, egyébként csak idén pünköstől általánosan alkalmazni tervezett legújabb leleményét, Jézus Krisztusra a Hen személyes névmással utaltak. A Hen 2015 óta képezi a hivatalos svéd szóállomány részét, az ország nyelvi intézete, figyeljenek, ekkor alkotta meg az addig létező hímnemű Han és nőnemű Hon mellé a semleges névmást. Ezzel mindazok elsősorban a transzszexuális közösségek kedvében kívántak járni, akik eddig úgy érezhették, hogy se nem honok, se nem hanok. És most a svéd evangélikus egyház úgy döntött, hogy Jézus Krisztust is, ha már eleve a svéd nyelve beleerőszakolt névmással, a semleges neművel fogják jelölni, mert így akarják, a későbbi cikkből kiderül, így akarják becsalogatni a templomokba a transzneműeket, meg a ratyikat, meg a nem tudom kicsodákat. Most emberek, önök szerint, ha bele sem megyek a részletekbe, de önök szerint, aki azért nem jár templomba, mert Jézus Krisztus férfi volt, és ezt ő nem tudja elviselni, annak nem mindegy. Annak nem be kell állni az imént említett hosszú liba sorba? Hogy ő is szépen anyja keservébe sétáljon el? Tényleg ezeket kell kiszolgálni? Kovács Ákos dalénekes egész életművének szerintem legfontosabb egyetlen mondata így hangzik még a Bonanza Banzai időkből. Nem biztos, hogy jót tesz neked, ha kiszolgálják az ízlésedet. Hát ennél világosabban, világosabb példát erre nem is lehetne felhozni. Remélem sikerült kiválóan elszórakoztatni kegyedéket, itt is, meg a képernyők előtt is. Köszönjük a figyelmet, az első résznek vége, a második részben pedig Szijjártó Péter lesz a vendégem. Folytatjuk a műsort. Vendégem a stúdióban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szervusz, köszöntelek. Szervusz, köszönöm a kívást. Mikor készültem tegnap erre a mai beszélgetésre, nem gondoltam, hogy azzal kell kezdjem, amivel kezdeni fogom. A román miniszterelnök azt a mondatot találta mondani, hogy azok, akik kitűzik a közintézményekre a székely zászlót, értsd Székelyföldön,
azok mind ott is fognak lógni, ugyanott a zászló mellett. Ilyenkor mi van? Hát nézd, a legnagyobb határon túli magyar közösség, az ugye Románia területén él, Erdélyben, illetve Székelyföldön, és ezért mi a Romániával kapcsolatos politikánkat mindig ennek a közösségnek az érdekeinek a figyelembevételével alakítottuk. Tehát lehet, hogy sokan sokszor erősebb, keményebb hangnemet vártak volna el, mondjuk Romániával szemben, vagy kevesebb kompromisszumkészséget vártak volna el tőlünk Romániával szemben. A helyzet az az, hogy abból az egyszerű alapigazságból kell kiindulnunk, hogy egy határon túlélő magyar közösségnek sokkal jobb az adott ország és az anyaország között van egy jó, mondjuk konstruktív, elviselhető együttműködés, mintha mindez nincs. És ez, amikor a legnagyobb magyar határon túli közösségünkről beszélünk, akkor ez mindig, hogy ott kell legyen a gondolataink között elsőként. Éppen ezért mi mindig is arra törekedtünk, hogy a románokkal a kölcsönös tiszteletre alapítsuk a politikánkat, dacára annak, hogy ehhez képest mondjuk néha más elvárások, vagy más természetes reflexek is voltak, vagy lehettek, vagy lettek volna. És kétségtelen, hogy a román kormányok gyakrabban változnak, mint mondjuk a magyar, sokkal. A jelenlegi román külügyminiszter a negyedik, akivel a 3,5 év alatt, amit én ezzel a munkával eltölthettem, együtt szolgálok. Tehát a politikai stabilitás az nem mindig a velejárója a román politikai rendszernek, ezért aztán a román kormányok közül volt, amelyik többé, volt, amelyik kevésbé reflektált erre a politikánkra hasonló konstruktivitással, mint amit mondjuk mi megjelenítettünk. Hát most kétségtelen, hogy ez a miniszterelnöki nyilatkozat, ez nem segíti a kölcsönös tisztelet alapján történő együttműködést. Én azt gondolom, hogy a 21. században Európában egy kultúrált politikai közegben egy ilyen mondat tarthatatlan, elfogadhatatlan, európaiatlan. Nyilvánvaló, hogy egy kultúrált politikai környezetben egy ilyet a mondat kimondójának rendeznie kell hamarosan, mert különben tarthatatlanná válik a helyzet. Na most nézd, én ahogy tegnap tudomást szereztem erről a nyilatkozatról, akkor azonnal a román nagykövet, tehát Románia budapesti nagykövetének berendeléséről döntöttem. A mai napon aztán a miniszterhelyettes fogadta is reggel a nagykövetet, aki próbált nyelvtani elemzésbe bonyolódni, hogy az az ige, amit te itt előbb lógniként fordítottál, az igazából románul sokkal inkább a leng, vagy lebeg, vagy nem tudom én micsoda igét jelenti, mert hogy a pillangó főnévből képződik, és hogy azért ez románul annyira nem is hangzik rosszul, mint magyarul. Na most szerintem azért ez túl van a nyelvtani értelmezés kérdésén, mindaz, ami megtörtént. Ezt a mondatot így a levegőben hagyni, hogy stílszerű legyek, nem ildomos és elfogadhatatlan. Ezért aztán mi azt várjuk, hogy a román miniszterelnök, vagy a román politikai elit, a román politikai vezetők tegyék rendbe ezt a helyzetet. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig azért a kölcsönös tisztelet alapján álló kapcsolatokról beszélni azért némileg utópiának tűnik. Igen. Egy mondat erejéig itt maradva még aztán tovább megyünk, megígérem. Igen, azért példátlan ez, mert ugye mindketten uniós tagállamok vagyunk. Ugyanannak a szövetségi rendszernek vagyunk a tagjai. És persze, hogy az unión belül vannak konfliktusok, tagállamok között is, most ezt kár tagadni. Horvátország, Szlovénia, hogy messzebb nem menjek, konkrétan egy határvitájuk. Még határvitájuk is van. Na de azért az mégiscsak példátlannak tűnik, hogy az egyik uniós tagállam egy másik uniós tagállam nemzeti kisebbségét elkezdi felakasztással megfenyegetni. Szóval azért tényleg, ez egy kicsit erős. Ez minden határon túl megy, ez nem is kérdés. Ugye Románia és Magyarország vonatkozásában lehet, hogy reflexzerűen, de sokkal inkább mindig a konfliktusokról szoktunk beszélni, ennek nyilván történelmi okai vannak, semmint azokról a területekről, ahol az együttműködésünk az mind a két ország számára hatalmas hasznot tud hozni, ha tényleg együtt működünk szó szerint. Tehát ez nem véletlen, hogy a magyar gazdaság második számú exportpiaca Németország után az Románia. A magyar exportnak a 7%-a az Romániába megy.
a határon átnyúló gazdasági együttműködésünk nem csak magyar-román, hanem magyar-magyar szempontból is elképesztő fontosságú. Fontos az Európai Unió jövőjéről szóló kérdések vonatkozásában, lehet, hogy meglepetés, de többben értünk egyet, mint amiben nem értünk egyet. Sokszor van olyan ügy egyébként, amikor kisebbségben vagyunk az Európai Unióban, de a román kollégára számíthatok. Tehát ezért ért minket, azt gondolom, jogosan mondhatom, teljesen váratlanul, derültékből villámcsapásként ez a mondat. Nézd, most a helyzet az az, hogy ugye az egész egy autonómia vita idején került sorra. Nyilván ez a kiváltó ok. Most, de én erre azt mondom, nézd, hogy Romániában törvényesen bejegyzett pártok felvetettek egy európai szinten is teljesen legitim kérdést, ami az autonómia kérdése. Az autonómia kérdése az egy legitim kérdés, egy legitim vita. Hát ha csak körülnézel a... Nehéz lenne felsorolni, hát, hogy az unión belül hány autonómia létezik. Meg hol nincs. Ugye? Tehát, hogy még a közvetlen szomszédságunkat is megnézed, hát van, ahol a magyar nemzeti közösség bizonyos fokú és bizonyos természetű autonómiát élvez. Ugye? Tehát ez egy teljesen legitim vita. Most viszont egy legitim vita során evidens, hogy lehetnek még homlok egyenes különböző álláspontok is. Tehát lehet az, hogy a román politikai elit azt gondolja, hogy ez Romániában az ilyen alkotmánnyal ellentétes felvetés. És erről majd elvitáznak a romániai politikai szereplőknek, hogy ennek kapcsán azt a nemzeti közösséget, amelynek a törvényes képviselői felvetik ezt a kérdést, fizikailag, halállal, akasztással fenyegessél meg, akármilyen nyelvtanilag szofisztikált mondatszerkesztéssel, ez azért mindenfajta politikai kulturáltság határán túl van. Én azt gondolom. Tehát itt akármilyen országról is legyen szó, legyen az Románia, jelen esetben ezt a román politikai vezetőknek tisztázniuk kell, mert amíg ez nem történik meg, addig azért itt nagyon nehéz lesz a kölcsönös tiszteletről beszélni. Márpedig én azt gondolom, hogy arra szükség van. Amikor az ember kétoldalú politikai kapcsolatrendszert kezel, főleg egy olyat, amiben egy óriási magyar nemzeti közösség a határ másik oldalán is érintett, akkor a kölcsönös tiszteletre mindennél több szükség van. Igen, teljesen világos. És nincsenek illúzióim, valószínűleg Brüsszel nem fog mozgalmat indítani azzal a címmel, hogy Zsöszvi Székely. Hát ennek a román kijelentésnek Európai a kapcsán... Parlamenti Bizottsági Meghallgatás megszervezésére az olyan nagyon nagy téttel ne fogadja az a javaslat. És ezzel már át is eveztünk a következő témára. Újfent és ismételten elhangzik magyar kormányzati szereplők szájából, így a tiédből is az a mondat, hogy kettős mércét alkalmaz Brüsszel. Például akkor, amikor csak 3 tagállamot vegzál és fenyeget, 7-es cikkellyel és minden egyébbel, a kvóták be nem tartása miatt. Ezt elmondtuk már szerintem 2 éve is. És szemmel láthatólag ez nem nagyon hat meg odát az ég egyadt a világon senkit. Mint hogyha nagyon komolyan el lenne határozva, hogy ezt a 3 tagállamot, bár a 3-at se értem, mert akkor miért nem 4-et? Ha... És nem tudjuk, kinek okoz nagyobb gondot, hogy ez csak 3 és nem 4, maradjuk annyi. Így van. Szóval, hogy ezeket meg kell büntetni, és példát kell statuálni. Kettős természetű a kérdésem, az egyik. Miért? Mert lehet, hogy én nem látom jól a dolgot, de ez politikailag tökéletesen irracionálisnak tűnik. Tehát kérdés egyik fele, miért? Másik fele, hogyan, mikor úgyis tudják, hogy az érintett tagállamok egymást úgyis ki fogják segíteni, és mindig meg fogjuk vétózni a másik ellen irányuló szankciók bevezetését. Akkor ennek az egésznek mi értelme van? Nézd, Zsolt, szerintem a helyzet az, hogy mi közép-európaiak most kicsit belezavarunk a képbe. Az őszinteségünkkel, azzal, hogy kimondjuk, amit gondolunk, hogy sem a politikai korrektségnek, sem a képmutatásnak a békjóját nem vagyunk hajlandóak magunkra venni. Ne feledd szavat, teszem hozzá, azt mondjuk ki, mi közép-európaiak, amit az egész nyugat-európai közvélemény gondol, csak nem mond ki, meg nem mer kimondani. Igen, zárójelben. És egyre többen merik kimondani, igen. És egyre többen mondják is ki. Tehát bezavarunk a képbe egészen egyszerűen. Van egy olyan világképe
a nyugat-európai politikai elitnek. Tehát nem mondanám Nyugat-Európát pontosan azért, amit mondasz, mert a nyugat-európai közvélemények, a közvéleményeket megtestesítő emberek egyre nagyobb többsége az a közép-európai állásponttal ért egyet. Tehát van egy olyan világkép a nyugat-európai politikai elitben, ami így a kereszténység meg a nemzeti identitás utáni időszakra készül. Tehát egy ilyen posztkeresztény, posztnemzeti európai időszakot szeretne megnyitni, mert azt gondolják, hogy minden, ami keresztény, minden, ami nemzeti, az már ilyen ócska, régi, nem kell, az visszahúz minket a múltba, hát modernség kell, multikulti, nem érdekes, hogy honnan jövünk, hiszen úgy is van a társadalmi integráció, ami egyébként nincs, jól látszik, mert hát párhuzamos társadalmak épültek ki Európában, aztán ebből vannak azok a jelenségek, hogy no-go zónák vannak, hogy nem mersz elmenni európai fővárosok bizonyos részeire, terrortámadásoktól kell rettegni. Tehát az egész posztkeresztény, posztnemzeti időszak megkreálásában a közép-európai országok egy óriási féket, a horgonyt jelentenek, hogy nem tudják felhúzni a tenger fenekéről azt a horgonyt, mert valami nehezék van az alján. Na ezek vagyunk most mi ebből a szempontból. És ezt a jelenséget próbálják mindenféleképpen felszámolni azzal, hogy hajánál fogva előrángatott, mindenfajta politikai racionalitást önmagában, ha szűken nézett politikai racionalitást nélkülöző módon vegzálják azokat, akik egyébként nem hajlandók ebben a nagy játszmában együttműködni velük. Zsolt, én december közepén ott ültem a magyar kormány, és ha mondhatom így, az ország képviseletében a LIBE nevű Európai Parlamenti Bizottság meghallgatásán, ahol hát felolvasták gyakorlatilag az ítéletet, lehet véletlenül, hogy akkor most mi lesz az Európai Parlament jelentése Magyarországról, de hát ez bizonyos stációkat mégiscsak végig kell játszani, még az Európai Parlamentben is, és ott világosan látszott, hogy a tények, hogy az európai emberek érdeke, hogy az, hogy biztonság, hogy az, hogy a terrorizmus visszaszorítás, hogy az, hogy újra az Európai Unió versenyképes, ezek nem érdekesek. Ezek nem érdekesek. Van egy elvi alapvetés, az illegális migráció felturbózásával az európai térség veszítse el a gyökerét, veszítse el a kulturális identitását, veszítse el a mondjuk úgy, hogy vallási identitását vagy horgonyát, és legyen egy ilyen egészen új világ, ahol nem számít, hogy mi volt korábban. Azért mondtam itt félve, hogy Magyarország képviseletében, mert az egyik liberális párti vagy zöld párti képviselő az azt mondta egyébként, hogy maga itt, mutatva rám, maga itt nem beszélhet Magyarország nevében, mert az a párt, ami ott kormányt alakított, az 40-valahány százalékot kapott a legutóbbi parlamenti választáson. Megkérdeztem hölgyet, hogy és önre az európai választópolgárok hány százaléka szavazott, hogy ön itt Európa nevében osztja a jövőt megváltó gondolatait. Erre mit válaszolt? Hát erre már semmit nyilvánvalóan. Tehát, de hát az ember költőiként tettem fel ezt a kérdést ebből a szempontból, mert jól láthatóan nem volt érdekes, hogy ott ki mit mond. És a magyar civil szféra véleményét meg egy olyan szervezet interpretálta, amelynek a működését tavaly évben 282 magyar állampolgár támogatta adójának 1%-ának felajánlásával. Nem 282 ezer, hanem 282 magyar állampolgár, ugye a Magyar Helsinki Bizottság számára ennyi magyar állampolgár ajánlotta föl az adója ezt. Nem tudom, hogy nagyon veszélyes fogadás kötőke akkor, hogyha az a, és elnézést az egyházközségemtől tényleg, tehát az a templom, ahova én járok, annak az alapítványának szerintem többen ajánlottuk föl az adók második 1%-át. Na, erről ennyit. Apropó, emlegetted a fél mondat erejéig a no-go zónákat, itt a pillanat, hogy megkérdezzem személyes érintettség okán. Nem tudom, de nagyjából egy évvel ezelőttre satszolom azt a kis intermezzót, amikor te no-go zónákat mertél emlegetni. 16. szeptember, New York, így van. És a BBC külön műsort szentelt annak, hogy te micsoda alak vagy, mit hülye is vagy, hazudozol, no-go zónák már pedig nincsenek. És érdekes, hogy egy hete a Die Welt a szilveszteri németországi események kapcsán egy elképesztő méretű cikkben siránkozik azon, hogy szilveszterkor ugye német rendőröket, tűzoltókat, mentősöket támadtak meg, hogy ez a demokrácia és a jogállam elleni támadás, és hogyha ez így megy tovább, mondom, Die Welt,
akkor Németország is, Franciaország, meg Svédország sorsára fog jutni, ahol a külvárosokba már nem mernek bemenni, meg no-go-zónák vannak, meg saját törvények. Felháborító állítások, nem? De tényleg, ilyenkor, hogyan lehet? Ilyenkor mit, hogyan lehet ilyet mondani? Ilyenkor mit ér ez egy, nem egy külügyminiszter, mit ér ez Szijjártó Péter, mikor 14 hónap elteltével így szembesülsz egy ilyennel? De nézd, amikor jöttem haza erről a bizonyos New York-i ENSZ közgyűlésről 2016. szeptemberében, akkor a Lufthansa járatán, mert valószínűleg Frankfurt vagy Münchenbe repülhettünk, az a legolvasottabb német heti lap került a kezembe, amelyben egy hatoldalas összeállítás volt Párizs külvárosaiba való bemenés lehetetlenségéről és a párizsi no-go zónákról, érted, a legolvasottabb német heti lapban, és közben meg ugye a brit újságíró az önmagából határozottan kérte ki magának. Na most én nem szoktam semmifajta internetes kommenteket nézni több ok miatt is, elvies gyakorlati okok miatt is, de ott akkor a kollégák megmutatták, hogy a ezen interjúhoz érkezett kommentek döntő többsége az újságíró figyelmét hívta fel arra egyébként, hogy mely olyan városrészeket nem ajánl, vagy éppen ajánl, hogy akkor látogasson meg egyedül a sötétedés után, ahol egyébként talán annyira nem tanácsos. De ha még tovább megyünk, azt hiszem Németországban volt az, hogy szilveszterkor biztonságos zónákat hoztak létre azoknak a hölgyeknek, akik oda menekülhettek, hogyha úgy érzik, hogy valami fajta inzultus éri őket. Na de könyörgöm, tehát ha már biztonsági zónákat kell csinálni, akkor az miért van? Azért, mert a többiről meg azokon nem biztonságos. Szóval, hogy ez az, amikor az élet, meg a valóságérzékelés, az teljesen kiveszik valakiből a teljes elvakultság miatt, és ezért mondom én neked, hogy a dolog sokkal veszélyesebb annál, mint amit mi gondolunk, mert nem egyszerűen arról van szó valóban, ahogy mondod, mert az politikailag irracionális volna, hogy itt most 3-4-5 akárhány közép-európai uniós tagállamot móresre tanítsanak, hogy már pedig azt az 1000 nem tudom én hány száz illegális bevándorlót nektek be kell fogadni, hanem mindez arról szól, hogy akik nem hajlandóak a képmutatás, meg a politikai korrektség békjójába önmagukat bekötözve hirdetni a posztkeresztény és posztnemzeti időszak fantasztikusságát, azokat valahogy meg kell félemlíteni. Akkor ezzel át is evesztünk az utolsó témakörhöz. A miniszterelnök a minap, tehát németországi, pontosabban bajorországi látogatása kapcsán úgy fogalmazott, hogy 2018 a népek érdekérvényesítésének éve lesz. Ugye azt különösebben nem kell magyarázni a mondat mögött rejlő gondolatsort és egyben reménységet, de azért nem árt rákérdezni újra és újra és itt tőled is, hogy amiről itt 20 perce lassan beszélgetünk, magyarán, hogy van egy európai közvélemény, közvélekedés, egy életérzés, ami szöges ellentétben áll az európai, most a nyugatról beszélek, a nyugat-európai mainstream politika és az elsődleges nyilvánosságban megjelenített és közvetített képpel, antagonisztikus ellentét van a két világ között. Ha a népek érdekérvényesítésének éve lesz ez a mostani év, ez akkor nem egyebet jelent, mint azt a reménységet, hogy a többség akarata, vágya, szándéka és gondolatvilága át fog törni. 2 percet van, hogy erre a remek kérdésre válaszolni. Nagy vonalú vagy. Hát nézd, fontos választások lesznek Európában, ez kétségtelen. Olyan választások, amelyek vízválasztóak is lehetnek az európai jövő alakítása szempontjából. Itt nem csak magunkra, meg a szlovénokra gondolok, mint két fontos közép-európai választás, de Olaszország, amely egy G7-es ország, az Európai Unió egyik legerősebb gazdasággal rendelkező országa, szintén választás lesz. Egy olyan ország, amely a leginkább érintett egyébként közvetlenül az illegális migráció hatásától, nézzük meg a dél-olaszországi helyzetet, és mondjuk az erről kialakított észak-olaszországi véleményeket, tehát azért találkoznánk ott is, és mondjam, finomságokkal. Hanem én azt gondolom, hogy annak az európai politikai elitnek azt kell megértenie, hogy csak azért, mert mondjuk homokba dugja a fejét, ugye így szól a mondás, attól még körülöttük a világ az alakul. Tehát lehet Hollandiában óriási sikerként ünnepelni a szélső jobboldalinak tartott párt iszonyatos leverését a választáson, de azok második helyen végeztek.
Lehet arról beszélni, hogy Németországban egy szélsőségesen jobboldalinak nevezett párt kétszemjegyű eredménye azt jelenti, hogy 80-valahány százaléka ellene szavazott, de akkor mondjuk egy országban, ha egy párt mondjuk 35%-os támogatással megnyeri a választást, akkor nem szabadna, hogy kormányt alakítson, mert akkor meg 65%-ő ellene szavazott. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ideje lenne, hogy az európai politikusok valóban megértsék az európai polgárok üzenetét, ugyanis, hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy mondjuk a politikai szélsőségekkel, radikalizmussal, extrémizmussal szemben mi a legjobb megoldás, hát a legjobb megoldás olyan nagy és stabil középerők jelenléte, akik hajlandók nevén nevezni a problémákat, hajlandók őszintén beszélni, mert akkor nincsen, nem azt mondom, hogy szükségbe, akkor talán kevésbé készek az emberek radikális, extrém megoldásokat választani, akár csak protest alapon is, hogyha látják azt, hogy az egyébként életképes nagy középerők, azok hajlandóak az élet valós problémáiról beszélni. Úgyhogy hát nagyon remélem, hogy a soron következő európai választások majd ezt az attitűdöt fogják visszahozni. Igen, mert hogy fejezzük be a nagy angol gondolkodóval, Chestertonnal, ugye ő azt mondta, hogy ha az embertől elveszik a hitet, akkor nem az történik, hogy nem hisz semmiben, hanem az, hogy attól fogva mindenben hisz. Ezt kéne elkerülni. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm, itt lettem. Köszönöm. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben találkozunk, a viszontlátásra.